Folytatódik Sopronban a Határtalanul program. Ennek keretében az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnáziumba Dunaszerdahelyről és Székelyudvarhelyről érkeztek gimnazisták, akik a természettudományokban mélyülhetnek el itt tartózkodásuk alatt. A projekt keretében a soproni diákok májusban utaznak a külföldi partnerintézményekbe. Az idei évben is érkeztek Felvidékről és Székelyföldről diákok az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnáziumba a Határtalanul program keretében. A projekt keretében Dunaszerdahelyről és a székelyudvarhelyi Backamadarasról jöttek diákok. Ezt a programot az Emberi Erőforrások Minisztériumja írja ki, és igazából a program célja a magyar-magyar kapcsolatok erősítése, tulajdonképpen a mi diákjaink és a felvidéki egészségügyi szakközépiskola diákja, illetve a székelyudvarhelyi Backamadarasi Református Gimnázium diákjai között egy csereprogramot hozunk létre. Ebben az esztendőben a projekt témája a tudástár, amelynek keretében a diákok a természettudományokban mélyülnek el Sopronban. Ez azt jelenti, hogy soproni és határon túli magyar tudósokról egy ilyen tájékoztató füzetet fogunk összeállítani, ezáltal is a természettudományos tantárgyak népszerűségét próbáljuk megemelni. A természettudományos múlt felkutatásával, a kiadvány elkészítésével a diákok feltérképezik Sopron és környékének szerepét és jelentőségét az egyetemes magyar tudományosság történetében. Ezek feldolgozása egy kiadványban lehetőséget teremt a diákoknak a szűkebb és tágabb környezetük megismerésére. A kiadvány a két iskola együttműködésének jelképeként az intézmények könyvtárát gazdagítja majd. A tudományok mellett színes programok is várnak a diákokra városunkban. A Berzsenyi Evangélikus Líceum laboróráin veszünk részt a két iskolai diákjai közösen, illetve lesz egy kirándulás a csapatnak a Sárvári gyógyfürdőben, illetve a Kemenes Vulkánparkra. És igazából a Sopron és Sopron környéki természettudományos örökséget próbáljuk föl térképezni, illetve ezzel gazdagítjuk a két iskola között immáron negyedik éve tartó pályázatot. A vendégek szívesen foglalkoznak a természettudományokkal, és itt tartózkodásuk alatt megismerik a magyar oktatást is. Nagyon örülök, hogy eljöhettem, és megláthatom, hogy itt a diákok miről tanulnak, és milyen oktatási módszerek vannak, mivel a természettudomány az elég sok munkakörben a mi országunkban is nagy szerepet játszik, és fontos, hogy tudjunk néhány dolgot róla, és a mindennapjainkat is befolyásolja. A soproni Eötvös József Gimnázium 30 diákja májusban utazik Dunaszerdahelyre, egy másik osztály pedig szintén ebben a hónapban Székelyudvarhelyre látogat majd.